Sziasztok, ez a BB Rádió. Nagy Tibor, tízszeres magyar bajnok testépítő van mellettem. A 80-as évek, 90-es évek, 70-es évek legelejéről egy nagyon ikonikus figura. Bele fogok egy csomó érdekes dologba kérdezni egyébként, de hát elsősorban kezdjük a végén. Mit csinálsz itt a Lantos Johnny Fitnessben? Edzek. Tehát az edzés életmód az nem nagyon merült fel, hogy azt abba hagyod. Nem. Folytatódik tovább. Tehát tulajdonképpen, hogyha arról beszélünk, hogy mióta edzek összességében, 62 éve. Az nagyon durva. De hogyan találkoztál a súlytos edzéssel annak idején? Mert amikor te elkezdted, hát akkor talán még sportolj velünk se volt. Volt sportolj velünk, de úgy találkoztam vele, hogy tulajdonképpen én birkózó voltam. És ott ilyenek, mint a Hegedűs Csaba, világbajnokok, meg a Kocsis, meg ezek. És azt mondták nekem, hogy menjél, keresél magadnak más sportágat. Mert, de miért? Hát azért, mert ők jók voltak. Sokkal jobbak voltak. Ja, tehát nem feküdt neked a birkózás. Labdába nem tudtam rúgni semmi szín alatt. Pontosan azért nem, mert akkor is már az izomzatom már nagyobb volt, a vérellátás nagyon nehézkes volt. Két menetet bírtam, harmadikba magamtól lefeküdtem, ha kellett. A karom akkor volt 44-es, 45-ös. Viccesen lehet ezt így mondani, hogy túlizmos voltál a birkózáshoz. Igen. Szó szerint nem is vicc, hanem ez komoly is. Tehát nagy izomzattal nem lehetett csinálni azt, és így akkor abba hagytam. Csak a barátom, a Nagy Pista az ott volt, és akkor azt csinálta tovább. Ő is ott volt a spiccen, tehát a Csaba mögött volt közvetlen. Gondolom akkoriban ugye szájról szájra teltek a dolgok főleg, és hát találtál edzőtermet, hogy hova lehet lemenni, hiszen megvoltak ezek a közösségek, meg azért mindenki tudta, hogy nem voltak sok terem akkor, nyilván nagyon kevés volt, de mindenki tudta, hogy hol vannak. Igen, tulajdonképpen megszámlálható terem volt Budapesten. Budapesten volt akkor 2-3 terem volt összesen. Ez mind a 13-ban? A 13-ban volt 2, és a 11-ben volt a Spartacus. Ja igen, a Feri bácsinak. És a Ferinél, és akkor úgy kezdődött az egész dolog, hogy volt egy bemutató, és a bemutatóra mondták, hogy menjek el, pedig hát nem is edzettem tulajdonképpen, birkózásból jöttem át, és akkor a Fekete Feri utána leigazolt engem, és akkor rá, azt hiszem, hogy 1974-ben tulajdonképpen akkor nyertem az első magyar bajnoki címemet. Most kicsit visszakanyarodva, tudsz-e róla esetleg te, mert még senkivel nem tudtam ezt megbeszélni, vagy nem tudtuk kinyomozni, hogy melyik lehetett az első edzőterem? Az első edzőterem, a tudomásom szerint, a Visegrádi utcában a Langermann Péter és a Bitter Pisti volt. Tehát ők ketten, ez volt az első két terem. Itt kimerem mondani, talán Magyarországon is, de Budapesten biztos. És utána annak idején még a Bitter Pista és a Fekete Feri csinálták a Visegrádi utcát. Csak utána, mikor szétváltak, akkor lesz Spartacus, tehát a 11. kerületbe. Ott volt az edzőterem, és a központunk az benn volt, a Spartacus, annál Spartacusban volt a központ, és az edzőterem meg ott volt kint. És ez ugye Feri bácsi készítette a akkori bajnokokat, igazából ő talán azt lehetne mondani, hogy a magyar testépítés megalapítója. Hivatalos formában legalábbis ő alapította meg ezt, mint sportágat. És hát volt egy ilyen, hogy fekete sereg, volt egy ilyen becenév az onnan érkezett sportolóknak. Igen. Azért hívták fekete seregnek, mert tulajdonképpen ahány kategória volt, mindet elvittük. Volt olyan. Lehet mondani azt, hogy taroltuk a magyar mezőnyt teljes mértékben. Egy kategóriát kivéve, az a Bitter Pista volt a legnagyobb kategória, csak de a többibe taroltunk. Ez a legendás szigor, amiről hallottam Feri bácsival kapcsolatban, egyébként nyilván ismertem őt is, sőt van vele egy nagyon komoly interjú, de sajnos ilyen interjút, mint veled, nem tudtunk már vele csinálni, de van vele egy nagyon komoly interjú valahol, hát a volt megboldogult bodybuilder webmagazinnak csináltam azt, és hogy az most hol van a neten, vagy megvan-e még valahol, azt nem tudom, de nagyon komoly anyag az is. És
hát az volt a szóbeszéd, én ezt sokaktól hallottam, mert még Lauter Viktor is járt oda, meg sok nagy bajnok onnan indult, egy csomó klub onnan indult ki, Kokó is ott kezdte eredetileg. Így van, ott kezdett a Kokó is. Tulajdonképpen a Spartakuszban volt, azt hiszem, a Kokó 2 évig, és utána a magyar bajnok volt, akkor ő is, vagy Dobogon végzett a Kokó, és akkor csinálta meg a Kokó az ő edzőtermét. Most amire gondoltam az, hogy az a hír volt akkor, hogy ilyen legendás szigor van, ez az elejétől kezdve, így volt a Feri bácsinál, hogy megmondta, hogy mennyivel nyomhatsz, pontosan ennyit edzhetsz. Talán még olyan is volt, hogy testsúlymérés volt, és akkor úgy lehetett csak tovább lépni. Hát tulajdonképpen nagyon nagy szigorlat volt, tehát azt jelentette, hogy időbeosztásban dolgoztunk. Tehát egy edzés 2 óránál többet nem lehetett rászánni, és tulajdonképpen, amit kérdeztél, testsúlymérés volt, igen, az volt az indítója az egésznek. Tehát testsúlyt kellett mérni, utána volt, akiről készítettek kezdőkről, készítettek fényképeket, hogy is néztek ki tulajdonképpen, de szigorúan még nekünk versenyzőknek is bizony meg volt határozva, hogy milyen edzésterv szerint tudunk dolgozni. Hát mondjuk nálam az volt, hogy a Fekete Ferivel először az ő instrukciói alapján dolgoztam, utána egy közös megbeszélés alapján ment az egész. Tehát ő vele tulajdonképpen az igazsághoz azt tartozik hozzá, hogy senki nem tudott vele úgy szót érteni, mint én. Mi vagy én voltam a legidősebb versenyző, és eredményeket hoztam, és így a Ferivel tudtam megbeszélni dolgokat. Tehát nem volt a vitatkozás, mint az előtti időszakban volt, hogy a jó versenyző vitatkozott a mesterrel. Próbáltak egyébként eltérni azoktól a dolgoktól a versenyzők, amit ő megmondott, mert én a mai eszemmel azt mondanám, hogy tök jó, ha neked megmondják, hogy mit csinálsz, és nem kell rajta gondolkozni. De ugye ma is tapasztalható az, hogy azért szeretik a versenyzők magukat önállósítani. Hát tulajdonképpen nagyon sok versenyző szerette volna magát önállósítani, de nem tudott eredményt produkálni. Tehát a Feri, kimerem jelenteni, hogy Magyarország legjobb testépítőket előállító ember volt. Tehát ő a semmiből fel tudta hozni az embereket, és igen komoly eredményeket értek el tulajdonképpen. Tehát jelzi azt, hogy ahogy mondtad, hogy fekete sereg, ami azt jelentette, volt olyan, amikor minden kategóriába lesöpörtünk mindent. Akkor a Bitter Pista valamiatt nem indult, vagy kikapott, de mindenki, minden kategóriába a dobogós helyezetteket mindenhoztak. De ebből aztán volt hiszti is, és erre egy kicsit ki akarok térni, bár nem akarok rossz emlékeket felhozni, különösebben, mert a mai napig ez megy, hogy mindig aki második lesz, az mindig azt gondolja, hogy neki kellett volna nyerni, de azért volt sok kritika is annak idején, még a te 10-szeres bajnoki címeddel szemben is, és kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt az oldalat. Mert én ma azt mondom egyébként, hogy bármi is történt, szerintem ez alapozta meg a sportágat Magyarországon, és nem, tehát ez a múltunknak úgy a része, hogy én pozitívan nézek vissza mindenre, csak kíváncsi vagyok, hogy neked milyen volt, meg gondolom rosszul esett azért, hogy kritizáltak. Engem szebben soha senki nem kritizál. Hát az nagyon korrekt. Soha nem. Tehát azokat ilyen mentemondákat nem hallottam, mert én velük beszéltem. Sőt, el kell, hogy mondjak egy olyat, hogy mikor én 44 éves voltam, amikor nyertem a 10. magyar bajnoki címemet. És már előtte is ezek a fiatalok, ez a 24 évesek, 25-26 évesek, hát nem tudtak megvenni. És én megmondtam nekik, megálltam és megmondtam, fiúk, rettenetes módon szégyelem magam, hogy egy ilyen vén embert, mint én nem tudtak megverni. És akkor azt mondták, Tibi, téged lehetetlen. Ezt így mondták, téged lehetetlen megverni. Nem azért, nekem nem volt támogatásom. Én szókimondó ember voltam. Én az elnöknek is megmondtam a véleményemet, vagy akárkinek, és emiatt volt, hogy bizony azt mondták, hogy szankciót alkalmaznak velem szemben. Nyugodtan lehet, semmi probléma nincsen. De az, amit ti akartok csinálni, az nem jó. És akkor a Ferivel beszélgettünk bizonyos helyzetekbe, és akkor azt mondja, hogy persze. Az elnök, én mondtam,
a robotom híres, hogy ami a szívemen, az a számon. Tehát én nem úgy, hogy valaki mögött beszéltem, hanem valaki előtt. Ami jellemző sajnos az emberek zömére, hogy inkább mögötte beszélnek, mint sem, hogy megmondják a szemébe. És engem most érdekelt, mikor azt mondta az elnök, hogy eltilt. Mondom, jó, mi baj, hogy tiltasz el? Eltiltasz, akkor nincs semmi. Én megmertem neki mondani, hogy az ő véleménye az nem jó. És ebből adódott. Nem a Feri volt az elnök akkor, hanem Isten nyugasztalja őt is, a Goda Lajos. Biztos emlékszel még rá. Nem ismertem személyesen. Ja, Goda Lajos volt akkor az elnök. Tehát a versenyzőknek sokszor mondtam, hogy igyekezzetek, srácok, verjetek meg. És azt mondták, nem többet. Mi, akik benne voltunk egy kicsit, nyilván én nem vagyok benne azóta, mióta te benne voltál itt a képben, hanem egy későbbi generáció vagyok, bár sokkal korábbi, mint a mostani versenyzők. És én még láttam a 90-es évek elejét, 80-as évek végét, láttam Kis Jenőt juniornak, vagy még talán téged is láttalak a színpadon, nem lepődnék meg ezen. De ugye más világ volt akkor teljesen, amire most úgy gondolhatnánk, hogy ez valahol nagyon primitív volt. A mostani színvonalhoz képest nem voltak annyira jók a versenyzők, mint most. Most sokkal jobbak a lehetőségek, sokkal jobbak az edzőtermek. Ezt képest pont tegnap láttam Pintér Ferinek a szabad pózát, aztán néztem egyet, hogy na, ez pózolás. Hogyan tanultatok ti meg pózolni? Mert akkor nem lehetett YouTube videókat megnézni, hogy hogyan csinálta Kevin Levroni, és nem lehetett azt leutánozni. Mivel, hogy nálunk a Spartacus, utaztunk nagyon sokat. És ahol tanultunk, az akkor még Csehszlovákia volt. És a csehszlovák versenyzőktől tanultunk meg mindent. Tehát tulajdonképpen nekem az egyik legjobb barátom az a Peter Stach volt, aki világbajnok volt, abszolút Európa bajnok volt, és ő nyaralt nálam, én nyaraltam nála, kérlek szépen, tehát kölcsönös volt és jó baráti kapcsolatunk volt. És az az ember rendkívül módon tudott pózolni. Tanulta ezt valahol, vagy volt egy ilyen tehetsége hozzá? Koreográfus akkor nem volt elérhető, gondolom. Bár aztán a fene tudja. Nem tudom, hogy hogyan, de rendkívül jó módon, és a csehszlovák csapatban minden egyes ember remekül pózol. Tehát ennek az a lényege, nálunk, aki bevezette ezt, hogy a pózolás az egy tudomány, az egy szépség tulajdonképpen, ez a Fekete Feri volt. Tehát a Fekete Feri emberei mindegyik kiválóan pózol. Tehát ha mondjuk izomzatban le voltak maradva egy picikét az ellenféltől, de mikor jött a szabadon választott, be lehetett hozni, mert a pózolás az egy tudomány tulajdonképpen. Most, hogy látod ezeket az embereket, hogy össze-vissza ki vannak itt dudorodva, meg nem akarok olyan jelzőket használni, ami nem biztos, hogy jó lenne. Tehát ők csak arra törekednek, hogy nagyok legyünk, de a pózolásban a technikai részt megtanulják valahogy, de az alapokat a Fekete Feri tette le. Hát most ahhoz képest, hogy mindenki már pózoktató, legalábbis elég sokan foglalkoznak vele, és tényleg ma is nagyon jó versenyzők vannak. De azért néha döbbenet, hogy azt gondolnánk, hogy fejlődtünk egy nagyot, és én inkább visszafejlődést látok, mert nekem is, mint versenyszervező, és gyakorlatilag már minden versenyen megszüntetik, ezt nem tudom tudni, már minden versenyen megszüntetik a szabadpóz szinte. Nálunk szupervadin még van, de egy tiszta szenvedés, mert amikor rakom össze a programot, hallgatom azokat a szar zenéket, amiket képesek voltak válogatni, mert arra nem képesek egy csomó versenyző, hogy egyáltalán utána nézni, hogy valami egyedi zenéje legyen, és aztán megnézem utána a szabadpózt, akkor azt látom, hogy hát próbálkoztunk valamit, de nincs benne az a dinamika, tehát látszik, hogy nem sajátították el azt az érzést, hogy ők most a színpadon vannak, hanem ez egy ilyen torna gyakorlat nekik, és az az érdekes, hogy nektek nem volt erre tulajdonképpen lehetőségetek, nem volt minden bokorban egy koreográfus vagy szakember, aki ezzel foglalkozon, nem lehetett lemásolni senkit, nem lehetett megnézni, nem volt 28 versenyről, ki lehetett menni, külföldieket megnézni, meg ilyesmi, és mégis ott valahogy ez valahogy igazi volt, és valahogy ilyenkor azt érzem, hogy valami elveszett ebből az egész történetből, ami jó lenne, hogyha vissza tudna jönni. A lényeg az, amit mondtál, valóban. Mi, mikor kimentünk, versenyezni mentünk ki Csehszlovákiából. Egy élő példát elmondom. A versenyeknél
a kötelezők után második helyen voltam szorosan az első. Tehát ott volt a Peterszta, a többiek, remek versenyzők voltak. És kérlek szépen, mikor jött a szabadon választott, a dobogóról leestem. Mert ezek olyat mutattak, ami fantasztikus. És akkor mondta a Feri, hogy ezt így kell csinálni, és ezt meg kell valósítani Magyarországon, hogy az emberek pózolni tudjanak. Tehát ne erőlködjenek, feszengjenek, mint ahogy mondták régebben, hanem hogy mondjam, elegáns mozdulatok legyenek. De a vége az, hogy egy megfeszített helyzet jön ki belőle. Hát nekem az a filozófiám, hogy ez a szabad póz funkciója. Hogyha genetikai különbségek vannak, a genetika ellen ugye nem lehet edzeni, tehát azzal, hogyha valakinek jobbak az adottságai, de a valakinek a kicsit jobb adottságát egy szabad pózfordulóban a jól bemutatott fizikummal lehetne kompenzálni, erről kéne, hogy szóljon a harmadik forduló. Nyilván nem arról van szó, hogy mindenkinek táncművésznek kell lenni, meg nyilván az utolsó helyzet nem lesz első a szabad pózfordulóban, hanem a fizikumához képest tud esetleg olyat hozni, hogy akár egy jobb versenyzőt, aki az előző két körben jobb volt, a prezentációjával, azzal, hogy ehhez megvan a fizikuma, tehát ezt a hajszál előnyt, ezt meg tudja magának fordítani, és egy kicsit ez kompenzálja a genetikai különbségeket. Én ezt gondolom, hogy így van, nem tudom, hogy ez volt-e a filozófia annak idején is. Hát nézd, egyetlen egy dolog. Ennek a sportágnak az alapja szerintem rettenetesen fontos a genetika. Hiába építi fel magát különböző dolgokkal, ami mai világban megvan, de az el fog veszni. Tehát azt, amit felépít mesterségesen, nem, ő elveszíti azt a mesterségesen felépítettet, mert elveszítik, míg aki természetes izomzattal bír és jó genetikával, annak megmarad. Nem az egészen, mivel hogy az izomzat a sorvad. Ahogy öregszünk, úgy sorvad az izomzatunk. És ez egyik fontos része. Tehát erre, mikor kérdezted az elejénél azt, hogy régebben eleinte, hogy mi volt, hát eleinte tulajdonképpen ez nem volt olyan rendezett. Tehát Magyarországon nem volt rendszere ennek, és ezt a Feri csinálta meg, hogy Fekete Feri csinálta meg, hogy egy rendszert hozzunk ebbe az egész testépítésben, mert bizony-bizony nagyon sokszor rendőrök jöttek be, le akarták állítani a versenyt, mert feljelentettek bennünket. Volt. Valami rendszerellenes dolog volt még az elején. Rendszerellenes, hát nagyjából igen, de akkor, amikor bejöttek a rendőrök, és kérek szépen, én mentem oda hozzájuk, és mondtam, hogy nézzétek meg ott vanni, hogy mi történik. És azt mondták, ez nagyon szép, ez csodálatos, a rendőrök. Mert különböző obszén dolgok véget jelentettek fel bennünket, és utána azt mondták, itt szó sincs erről, hanem itt tényleg itt egy nagyon szép dolgot láttunk. Fertő alsógatyás férfiak rohangálnak a színpadon, gondolom így adták elő, mutogatják magukat. A bizonyos helyzetekben, tehát még rosszabb, hogy mutogatják magukat, az más, de obszén részben mondták a mutogatást, és azt mondják, nincs itt ilyen abszolút. És ezért vonult ki a rendőrség. Elmondom neked a Kossuth moziba. Igen, a Kossuth moziba volt ez. Azt hiszem ott vagy Újpesten volt az a Kossuth mozi, vagy nem tudom melyik volt ez. Tehát sokat kellett szenvedni, hogy eljön. Tehát el lehet mondani, hogy ennek a sportágnak az alapjait, akik letették, köztük van a Bitter Pista is. Kérlek szépen, a Pista, a Langermann Péter, az Isten nyugosztalja, már meghalt, már rég. Kérlek szépen, ő is, csak egy másfajta jelleggel, tehát ő inkább hajlott arra, amit te mondsz, hogy építsük úgy az izomzatot, ami utána el is vész tulajdonképpen. Meg a Feri. Ők voltak azok, de leginkább a Feri vitte ezt a vonalat. Mivel hogy én pontoztam is elég sokat, kérlek szépen voltam, hogy elhangzottak bizonyos dolgok, és azt mondtam, nem. Azt kell pontozni, amit látunk. Nem azt, amit ki akarnak belőlünk kényszeríteni. Tehát voltak itt viták is tulajdonképpen, hogy ezt a részét is nem akarom úgy elmondani, mint ahogyan én ebben nyilatkoztam.
valaki lehet a barátom, de a barátom nem tud végezni kérlek szépen az élen, vagy akár a dobogon, mert nem volt olyan formában, és ez valóban megtörtént. Tehát még nagyon sok esetben itt voltak ilyen összefogások, összebeszélések, de a jókat nem tudták meg lenyomni. Csak a gyengébeket lehetett felhozni, hát ez természetes. Mivel foglalkoztál civilben? Mert ugyan talán nem volt annyira súlyos a helyzet, mint most, hogy ilyen iszonyat pénzekbe került a felkészülés, de hát ugye relatív más világ volt teljesen. Nem is lehet hasonlítani ezt a két viszonyt, amiben most vagyunk, meg ami akkor volt. De hát valamiből meg kellett élni, meg valamit kellett dolgozni, és emellett kellett menned neked is edzeni. Igen, következésképpen én műszaki ellenőr voltam, műszaki vezető, szaktanácsadó. Tehát én nem fizikai munkát végeztem. Rendes munkaidőben? Rendes munkaidőben. Mikor jártál edzeni? Este jártál edzeni, reggel jártál edzeni? Mi volt a jellemző akkor? Volt egy időszak, amikor délután, mint a munka után mentem le, edzettem, de aztán volt egy olyan időszak, amikor felkészülések voltak, akkor egy nap kétszer edzettem. Egyszer reggel, és utána meg délután. Ez súlyzós edzés volt, osztott alsó-felső test, vagy ilyesmi, vagy kardioedzés? Egyáltalán nem tudom, csináltak-e kardioedzést, mert nem voltak akkor gépek még. A kardioedzés engem soha nem vonzott, most sem vonz. Hát undorító. Igen, tehát súlyzós edzéseket, elmondom mi volt. Reggel leedzettem láb, kar, has, utána pihenő volt, tehát a pihenőre, mit tudom, elmentem a munkámat, intéztem, utána ebédeltem, utána szépen délután visszamentem edzésre, akkor megcsináltam a mell, hát, váll, has, tehát minden nap mindent csináltam. Futottam reggel 6 kilométert, este 6 kilométert, tehát azt az életet éltem, amit tulajdonképpen egy sportolónak kell. Nem ittam, nem, most sem, nem iszom, nem dohányzom, nem kávézom, ezektől a dolgoktól mentes voltam, és vagyok itt. Egy dolgot így nem mondtál el, hogy mondtad a napi rendet körülbelül, a főzögetés, tehát nem tudom, hogy ti a kaját annak idején, vagy te legalábbis a kaját hogy oldottad meg, mert hát akkor még nem az volt, mint most, hogy elmegyek az Aldiba, aztán a full diétás étrendet meg tudom ott venni, hanem akkor azért még kellett vadászni egyet, nem tudom, volt egy csirke a boltban. Hogy a csirke, persze, csirke mellett fóliába elkészítve, tehát úgy befóliázva a csirkemell, már a csirkemell filéről beszélünk, és azt meg kellett úgy párolni, nem sütni, párolni, és ahhoz zöld köretet tettem. Tehát ez volt a kajám, akkor ettem túrót, kefirrel, kérlek szépen. Tehát ezek a mindennapos dolgok, ami most inkább megmosolyogtatja az embereket, ez a túró meg a kefirevés, kérlek szépen. De én volt, hogy bűnöztem én, volt, hogy kajáltam. Hétvégén mindig kajáltam, húsleves, minden egyéb. Tehát én betartottam hétköznap azt, amit kellett. Egész évben? Nem. Csak diéta. A felkészülés ideje alatt, ami körülbelül igénybe vett egy olyan 5 hónapot. Tehát ez az 5 hónap volt olyan, hogy kegyetlen volt. Hát azért az elég kemény egy 5 hónapos diéta. Igen. Volt, hogy mikor készültünk nagy versenyre ki, Európa-bajnokságra, ott a súlyom az általában volt 95 és 100 kiló körül voltam, és azt levittem 79 kiló 80 dekára. Akkor ha jól értelmezem, akkor 5 hónapos diéta, és úgy, hogy hétköznap diéta, hétvégén megengedtél ezt, azt, meg gondolom olyan nagyon durva elhajlások azért nem voltak, ez egyébként egy elég klasszikus módszer. Hát igen, én nekem most azt mondom, hogy mi vagy a beszélgetésünk elején azt mondtam, hogy nagyon fontos a genetika. A genetikám jó. Na most akkor, hogy rám ez így hatott, építőleg hatott, nem biztos, hogy a másikra ugyanez lett volna. Tehát minden embernek más kellene, hogy legyen tulajdonképpen. És sokszor más is volt az edzéster soknak, de nem volt egy kapta fa alatt mindenki, érted? Persze, tehát az izomnövelési képesség,
meg az alap testzsír, a zsírsejtek száma, izomsejtek száma, stb. Ez mindenki nem. Egyébként én ezért nem lettem versenyző, mert nem vagyok jó genetika, és túl sokat kellett volna beleölni, hogy legyek egy közepes versenyző, semmi értelme nem volt. Hát nyilván neked meg úgy jött ki, hogy tízszeres bajnoki cím lett belőle. Még egy dolog van, amit hiányolok, ez ilyen nulla szénhidrátos volt, jól értelek? Nulla szénhidrátos? Ugye azt mondtad, hogy zöldséget ettél meg húst. Igen, felkészülésnél, csak említést tettem erre, hogy hétvégén bűnöstem. Hát akkor ettem süteményt, rántott szeletet, akkor ettem jó kis húslevest, tényleg szépen tésztával. Tehát akkor bűnöstem. Tehát akkor tulajdonképpen én úgy vettem fel, hogy akkor töltöttem úgy fel azzal, amit azt mondják, hogy az edzőnek elmondtam, az nagyon mérges volt. És utána mondta neki, nézd meg, így nézek ki tőle. Milyen volt a verseny utolsó hete? Hú, az kegyetlen volt. A verseny előtti hét. Verseny előtti hét. Igen, az borzasztó volt. Szóval olyankor már inkább azt mondom, hogy hát úgy éreztem akkor, hogy az erőm teljes mértékben elhagy. Tehát a verseny előtt 3 nappal, mondjuk nem is edzettem, hogy már teljesen kikészültem erővel. És mégis egy olyan eredményt tudtam produkálni, amit a mai napig, mikor megnézem a fényképet, mai napig is nem akartam magam megismerni, hogy ez én vagyok. Karba elhoztam a legjobb part, a legjobb hasat elhoztam. Akkor voltak milyen testrészdíjazások? Voltak ilyen, igen, hogy ki a legjobb kar, legjobb has, ilyenek voltak. Amúgy elindul, elhoztam. Tehát gyakorlatilagban különben szigorúan betartottam azt, amit kellett. Amit előírt az edző, a Fekete Feri, azt úgy szólva szigorúan betartottam. Tehát én nem az voltam, hogy mit érdekel, mint a sok ember mondja, nem, amit az edző mond, aki tapasztaltabb, arra hallgatni kell. És hallgattam is. És azok, akik hallgattak, bizony-bizony, hát többszörös magyar bajnokok voltak. Volt-e manipuláció a sóval annak idején? Hát a sóvakbonás tulajdonképpen nem is lehetett használni. Tehát azért mondtam, hogy fóliába elkészített csirkemell volt, rizs, de mindenemű fűszer nélkül. Na ez a horror, ez 5 hónapig? Ez ment, igen, 5 hónapig. De keményen 3-ig. Tehát akkor, most azt visszagondolva, nagyon kegyetlen volt. És mellette, ami tilos volt senkinek, mert a badisoknak nagyon jól tudod, hogy nem szabad szaunázni. Ez meglepő nekem, ezt nem tudtam. Igen, én jártam. Amikor a felkészülés ideje alatt mindig a Széchenyibe jártam szaunázni. De miért volt tilos szaunázni? Azért, mert ahogyan megy el a víz és a szauna kihajtja a vizet, azáltal, hogy a víz elmegy, az izomzat összeesik. Persze, ellaposodnak az izmok, kimegy, mert mindenhonnan megy a víz, és neked nem? Nem. Mikor megmondtam a Ferinek, csak nézett. Először pipa volt, mérges volt. Utána néz, azt mondja, hogy rám nem úgy hatott. Tehát erre mondtam, hogy minden sportágban kell legyen egy olyan ember, aki különleges. Tehát genetikával, minden egyébben. De ez minden sportra vonatkozik. Ha valakinek van úgynevezett tehetséges emberre, mondják, egy jó genetikával bír, és a munkál betartja az edzéseket, szigorúan azt, amit kell, akkor ez csak úgy lehet. Ez akár olimpiai bajnokokról beszélünk, világbajnokokról, kegyetlen munka nekik is. Én rettenetesen díjazni tudom őket, én, aki tudom, hogy mit jelent ez. Ugye 1974-ben volt az első versenyed. Igen. Akkor már megszülettem, de még alig. És hát arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt kimenni akkor a színpadra. Izgultál-e, mennyire volt ez ilyen... Ma nyilván, aki elmegy egy testépítő versenyre, tudja, hogy hova megy, de akkor ez egy nagyon új dolog volt. Tehát a közönség, nem tudom, hogy akkor kikből állt, egyáltalán bejöttek-e az utcáról az emberek, vagy csak azok voltak a közönség soraiban, akik amúgy is jártak edzőteremben, nyilván nem hiszem, mert nagyon kevesen jártak akkor edzőteremben.
mennyire izgultál, milyen volt kimenni a színpadra, milyen volt az élmény? Tulajdonképpen az igazság az, ha az ember rendesen dolgozott és edzett, akkor nem szabadott, hogy lámpaláza legyen. Hisz megtettél mindent azért, hogy a legkiválóbb eredményt tudjad elérni, akkor nem volt miért izgulni. Én nem izgultam, mert mindig megcsináltam azt, amit kell. Tehát erre. Mondtak valamit, utasítást kaptam a Fekete Feritől, hogy mit csináljak, én megcsináltam. De az az ő felelőssége volt, hogyha nem lett volna jó. És én megcsináltam. Tehát én egy jó, hogy is mondjam, jó alap és egy jó alany voltam arra, hogy hogyan is lehet nevelni a versenyzőket. Tulajdonképpen én voltam az etalon, és a többieket ugyanígy nevelte. Hát ott volt a Krecsik Laci, Isten nyugosztalja, most temettük nemrég, az is egy remek, jó sportoló volt. Akkor ott volt a Gerőcs Tibi. Az is. Volt ott a Varga Józsi, aki az alsó kategóriákban volt, az is. Akkor felső kategóriában kérlek szépen. Tehát mindenki igyekezett, hogy a legjobb eredményt tudják produkálni. Mi történt veled azután, amikor abbahagytad a versenyzést? Következésképpen én 1992-ben, akkor volt az utolsó versenyem, tehát 44 éves voltam. Lőrinci sportcsarnokban. Ott nem voltunk. Na most az előbb mondtad, hogy most visszakanyarodunk arra, hogy milyen nézőközönség volt. Kérlek szépen be lehetett férni, mit tudom én, 800 embernek. 5000 ember akart bejönni. A Lőrinci sportcsarnokba még a csillárokon is lógtak. Nyitva lett hagyva az ajtó, és ember tömegek álltak ott. Tehát tetszett nekik, és szép volt. Nagyon jó hangulat volt, ott voltam annak idején. Ugye? Eszméletlen hangulat volt. Ez nekem egyébként, ez az emlék, meg hogy ezt láttam, ez nekem segít abban, hogy tudjam, hogy kell versenyt csinálni. Ezzel kapcsolatban, hogyha szabad elmondanom, de én általában nem szoktam béka alá rejteni a véleményemet. Nagyon sokan elvesztek a badéba. Teljes mértékben elvesztek. És azt, hogy most sajnos azt kell mondjam, itt vagyok, 75 éves vagyok. 75 évesen így nézek ki. Tehát én mindig azt szoktam mondani, az az izom, ami meg van dolgozva, az maradandó lesz. Akkorból adódóan az izom úgyis sorvad. Meg nem lehet csúcsformát tartani életünk végig, ez egyértelmű. Persze. De az, hogy az alapok meglegyenek, hát ebben a korban, amiben én vagyok, emberek menni nem tudnak. Nem, hogy még lejöjjenek hetente ötször. Hát meg a probléma az, hogy nagyon nagy nevek a testépítésben nem érték meg ezt a kort, meg akár az 50-et se. Így van, így van. Beszélhetünk Magyarországon is, ugye említettem neked, és a világ viszonylatban is. A barátom az, aki volt a világbajnok, ő is meghalt. Időnek előtte. És hát ez azért marha szomorú, mert ennek pont az egészségről kéne szólnia. Az egészségről, a fizikai teljesítőképességről, hogy ez az egész megjelenik egy külsőben, hogy ez a személy, az a sportoló, ez ilyen sok munkát beletett, ilyen jó állapotban van, ennek kéne, hogy megjelenjen, aztán van, amikor ez megfordul, de talán pont azért, mert nagyon felvittük a standardre, túl nagyok az elvárások mindenkinek azzal szemben, hogy hogyan akar kinézni. Tehát túlságosan beképzelik maguknak az emberek, hogy ilyen címlapizmos fiúnak lehet kinézni, meg annak kell kinézni, és ez a normális. Sajnos, úgy, ahogy mondod, ez így igaz, nekik az a normális. Csak egy dolgot elfelejtenek. Az elv a következő. Az észszerűség határa meg kell, hogy legyen. Az észszerűség határon belül lehet mozogni, de az észszerűség határon kívül egy tyúk lépést nem lehet tenni, mert az oda vezet, hogy az egészsége visszafordíthatatlanul olyan károkat szenved, hogy a vége az, aminek még nem szabadna bekövetkezni. Nem mondtam, hogy tőled fogom ezeket a dolgokat, ami nekem is egyébként alapfilozófiám. Nem gondoltam, hogy te fogod ezeket pont megerősíteni, hogy te is ugyanúgy gondolod. Ezt sose gondoltam volna, komolyan mondom. Ugyanaz a véleményem, mint neked. Én nekem, mikor
volt egyszer terem, és ott én voltam az irányító, minden egyéb, és akkor jöttek be a srácok, és azt mondják, hogy szeretnénk azt, hogy a dobpénzzel. És mondom, és kitől kérte? Tőlem? Azt mondja, hát a pult alól. Mondom, gyere be, nézzél be, kutasd át. Bejött, megnézte, és azt hát nincsen. Mondom, én tőlem ne kérj ilyet, mert én nem adok ilyet. Nálam nincs ilyen, nem adok, és az a legszomorúbb. Mondjam azt. Én szerintem még kereskednek a mai napig is feketén ezzel. És ezért lesz sok áldozat, mert az, aki megveszi, annak kellene, hogy észre rendelkezzen, és használja az agyát, hogy ez nem vezet sehova se a végén. 2013. július 1-e óta büntetendő a dopingszerrel való kereskedés. Ugye? Ami nem egy baj, hozzáteszem. Mondjuk engem sem érdekel, hogy ki mit csinál, meg van egy szint, ahol dopingszer van, de az, hogy a strandra, tehát ez mindig tényleg az agyrém meg a vicc kategória volt, az meg az embernek a korlátait azt ismerni kéne, hogy mit tud elérni, meg minek van értelme, de az egy biztos, hogy azért, mert büdös a meló, azért dopingoljunk. Az nagyon nagy probléma, mert ez pont az ellentéte annak, mint amit ő akar mutatni az izomzatával. Tehát azt akarja mutatni, hogy ő mennyi munkát beletett, ő milyen komoly fizikum, de közben nem, mert valójában csak bekapta a gyógyszert. Tehát ez ebben nagyon nagy paradox, és ezért nem okoz ez semmiféle sikerélményt, mert lehet villogni a strandon, meg az Instagramon, meg itt-ott, de valójában a sikerélmény, meg a boldogság az ettől nem jön meg. Szó szerint ez így igaz. Mikor megmondtam a fiataloknak, akikkel foglalkoztam. De azt mondják, mikor lehetek ilyen, mint te? Mondom, megmondom neked 5-10 év. Van sok. Mondom, hát hogyha te maradandó izomzatot akarsz alkotni, akkor bizony ennyi idő kell hozzá. Tök egyszerűen mindenki meg tudja csinálni, akkor mi értelme? Akkor mivel akarnak kitűnni? Hát, tudod, az ember, mint ahogy mondtam, szeretnek villogni. És a villogás azt jelenti náluk, hogy valakit, hogy meghódítsunk egy nőt, és hozzá tudjuk, közel tudjunk férkezni hozzá, úgy érzik, hogy ezekkel igen, nem. Valaki, azt szoktam mondani, tanulni és sportolni párhuzamosan kell. Tehát az agyat fejleszteni kell a testtel együtt. Csak nagyon sokan elfelejtik azt, hogy az agyat is, hogyha fejlesztem, tehát tanulok, akkor biztos, hogy nem megyek bele olyanba, amit az imént te is mondtál. Az jutott eszembe, és ez még szerintem elég érdekes, hogy amikor visszavonultál, gondolom az volt a cél, hogy elérd a 10-es számot, mert azért az szép kerek. Utána részt vettél a szövetség munkájában, láttalak téged vezetőbíróként, meg egészen egyébként, tehát ez nagyon vicces sztori, mert ugye egészen egyedi stílusod volt vezetőbírónak, ott se köntörfalasztál, mert ha olyan volt, hogy rágózott a versenyző, akkor mondtad, hogy menjen le. Én szeretem a rendet és a fegyelmet. Abban nőttem fel. Tulajdonképpen a sport, az fegyelemre tanít és rendre. Na most, hogyha nem tanítjuk meg azokkal a versenyzőkkel, akik tulajdonképpen a versenyzők, azok a nézők miatt vannak. És hogyha ő úgy viselkedik és úgy tesz, hogy a néző elvárja, hát rosszul néz ki, hogyha valaki rágógumizik, vagy ilyeneket csinál. Én valóban leküldtem őket, sőt, én nekem, azt mondtad az előbb, hogy a 10 magyar bajnoki cím, igen, de van 10 nemzetközi győzelmem is, vagy 11. Tehát ezeket sem adták ingyen, azokat a győzelmeket. Volt olyan, most így kanyarodunk egy picit, volt olyan gyerek, akivel találkoztam 4-szer, többel találkoztam. Sírt a végén, hogy nem tud megvenni, külföldi volt, tehát nem magyar, egyik sem. És sírt a gyerek, hogy nem tud megvenni, nem sajnálom. Tehát tulajdonképpen, mikor a sportág vége felé jártam, tehát tudatosan készültem én arra, hogy egyszer befejezem. Mikor befejeztem 44 éves koromban, sokan szemrányást tettek nekem, hogy miért fejeztem be. Mondom, azért, mert 10 magyar bajnoki cím elég, nyerjen más is. Nem mindig a Nagy Tibornak a képét nézzék, nézzenek másnak a képét is. Közben is volt olyan, hogy nem indultam el azért, hogy mások tudjanak nyerni. Tehát én nem voltam olyan, hogy
hogy egoista voltam, hogy csak én. Akkor leültem, bíráskodtam is akkor is, vagy pedig a csapatot vezettem, adtam lehetőséget a többieknek. De miért? Felléptem utána, azt mondják, hogy jó, nem indulunk. De miért nem indultok? Szóval, mert te úgyis győzni fogsz, mert nagyon jól nézel ki. Megkérdezték, hogy készülsz a versenyre? De nem készülök, hát látjátok, nem is egyszer. És akkor is féltek, mikor lementem a verseny előtt egy hónappal edzeni, akkor készülsz, nem készülök. Tehát én az voltam, aki valamit mondtam, az biztos, hogy az úgy volt. Tehát nem olyan, hogy össze-vissza hazudozok valakinek. Fiatalok megkérdeznek, én őszintén válaszolok. És hogy tudatosan készültem a leállásra, a sportolóknál az a baj, hogy mikor leállnak a sporttal, tehát a hivatalos sporttal leállnak, akkor kérlek szépen nem tudnak mit kezdeni magukkal. Akkor következik az be, hogy elnézést kérek, italhoz nyúlna, meg minden egyébhez. Nagyon sokat láttam én is ilyet. Ugye? Tehát én úgy készültem, hogy eljön az időszak, amikor már a csillogásnak vége. Tehát akkor nem én vagyok az első számú, ez természetes, és akkor kérlek szépen ezt nagyon-nagyon jól át tudtam vészelni, de nem is volt átvészelés. Edzésen lejártam. Ugyanúgy edzettem. Megláttak, azt mondták, verseny, nehogy megyek, minek menjek. Köszönöm szépen, elég volt. És hogy mondjam neked, én vezettem a női fitnesst is. Azt nem láttad te. Dehogy nem. Van egy nagyon nagy Tibi mondatom. Hölgyek, táguljanak. Azon nagyon röhögtünk, akkor egy kicsit átmentél nőgyógyász szerepbe, de hát ugye így jött ki. Én nekem mindig volt egy mondásom a lányok körébe, figyeljetek ide, benneteket nagyon szeretnek, mint sportolókat. De mint nők nem tudtok számításba jönni nálam. Néztek? Mondom, igen. Tehát mint nőt nem veszlek figyelembe benneteket, azért nem, mert én a főnökötök vagyok. És én nem veszem neki tudomásul, hogy nő vagy. Te körbe csókolgatta. Hát olyan dolog, hogy ez egy éles történet. Verseny volt a nőknek, ben voltunk az öltözőben, csak megszólal az egyik nő, na, férfiaknak kifelé. Mondom, mennek ki, én is megyek, azt mondják, Tibi, te maradj itt. Mondom, miért maradj? Az nem bókolt lehet. Nem, de ez bókolt. Tudod, mit kértek? Szóval légy szíves, kenjél le. És lekentek. Persze, ez egy bizalmi dolog. Tehát én nekem, ez épp van dolog, hogy nem szerettem volna azt sohasem, hogy valaki, ez egy magánjellegű dolog, hogy valaki barátnőire, feleségére, vagy volt barátnőire, nem is akartam soha, mert ez tőlem távol. És ezt tudták róla. Azzal mentem, készében csillámporos volt a zakom. Mindenki kisírta a bánatát rajtam. De nem volt otthon probléma belőle. Mert tudták, hogy milyen vagyok. Szerettem őket, aranyosak, de egy bizonyos távolságot megtartottam tőlük, hogy ne legyen félreértés belőle. Mert hamar, tudod, hogy hamar félreértésre tud átcsapni, mikor egy vezető a nőknél férfi, de nem. Tehát az életemnek ez a része, most is itt edzek, a Lantosnál, a Janinál edzek, nekem Lantos János. Igen, neked Lantos János maradt? Nagyon az elején volt a Lantos János csak. Mikor mondta nekem a Koko egyszer, hogy a Johnny, mondom, milyen Johnny-ról beszélsz te? Csak ugye, hát nekem mondom, Jani, most is úgy hívom őt, hogy Jani. Én nekem ő az. Nem keresztellek téged át Johnna. Így van? Én mindig azt mondom, mindenki a keresztnevén szólítok. Pont ez volt a becenevem gyerekkoromban, G.I. Joe, a rajzfilm alapján. Akkor én 16 éves voltam csak. Hát, hogy milyen jó tapintok akkor arra, hogy mi volt régen. Tehát én nagyon-nagyon, hogy mondjam, hogy erről beszélünk, nem kérdezted, de gondolom ez lenne a következő kérdésed. Egy nagyon szép pályafutást
hajtottam végre. A mai napig úgy érzem, hogy ennek a badis társadalomnak adtam egy jó tartást, ha tudják, hogy hogyan is néz ez ki. Mert én úgy érzem mindig, hogy mindenben egy jó tartás és egy barátságos ember vagyok, és mindig az voltam. Tehát az a srácok, akikkel valaki foglalkozik, ott tulajdonképpen minden egyes személy egy külön dolog. Tehát érteni kell az embereknek a nyelvén. Hogy lehet vele beszélni? Tehát most érted, amiről beszélek? Tehát nem lehet ordibálni velük, nem lehet csúnyán beszélni velük, érzékeny lelkűek, nagyon kell figyelni erre. Tehát ez pedagógia, pszichológia tulajdonképpen. És sok edző nagyon jó, hogyha úgy ezt fel tudja használni. A Feri, Fekete Feri nagyon jó pedagógus és pszichológus volt. Értett az emberek nyelvén. Nagyon keményen bánt mindenkivel, nem volt kivétel. Mondjuk, ha engem le akart szúrni, akkor behívott az irodába, és azt mondja, hogy figyelj ide. Mondom, oké, rendben van. Nem engedte, hogy beszélgessek a terembe. Volt olyan, hogy bemegyek a terembe, beszélgettem. Másik alkalommal bemegyek, szólok a srácokhoz, nem szól senki egy szót se. Mutatnak, hogy menjünk át a másik teremnek a másik részébe, átmentünk. Tudod, azt mondta a Feri bácsi, hogyha téged feltartóztatunk, akkor hazazavar minket. Na, az edzésnek egy fontos alapja ez. Ha edzünk, akkor nem beszélgetünk. Azt mondtuk, mert akkor ki kell menni a presszóba, és ott akkor lehet beszélgetni. Emlékszel, régen voltak presszók, emlékszel? Utána kell beszélgetni, vagy előtte? Itt. Inkább utána. Pontosan azt mondta, hogy ott a presszó, menjetek ki, beszélgessetek ki. Tehát az edzőterem azért van, hogy edzenek. Tehát versenyzőt mostanában nagyon keveset látok, hogyha erről beszélünk. Az a tömeg, ami volt régen, hogy egy kategóriában voltunk, 35-en, meg 40-en, 28 volt a legkevesebb. Most, ha vannak 3-an, 4-en, 5-en, hol van ez? Azt már, hogy súlycsoportokat, 5-6 súlycsoportot megcsinálni a 30-as mezőnyel, ezt nem lett egyáltalán. És hát ugye lettek könnyebb kategóriák, más jellegű kategóriák, és akkor abba mennek inkább a versenyzők, hiszen ez logikus, hogy nem akar senki 10 évet edzeni azért, hogy felálljon a színpadra. De ez mindenben így van sajnos, az erőemelésben, meg mindenben, és ugye tömegre próbálnak meg menni. Úgyhogy ebbe bele kell törődni, hogy így van, de hát megpróbálunk azzal főzni, amink van. Viszont azért örülök nagyon, hogy most beszélgettünk, mert én úgy látom, hogy neked nagyon kerek lett ez az egész történet, igen, nagyon boldoggá tett az egész a sportmúl, nagyon meghatározta az életedet, és ebből egy nagyon pozitív végkifejlet van, és gyakorlatilag mindenre úgy emlékszel vissza, hogy ez egy végtelenül sokat az életedhez hozzátevő dolog volt, és most is itt vagy a teremben. Ez a legfontosabb dolog, hogy el lehet mondani, hogy te vagy a tipikus példa az arra, hogy ez a sport jobbá teszi az ember életét. De még egy dolgot hozzá szeretnék tenni. Akkori versenyzők, akik voltak, összehasonlítjuk a maiakkal. Most ebben mindenki benne van. Kérlek szépen, azt láttam, és úgy érzem, hogy akkori időszak, hisz eltelt azóta 30-40 év, sőt 50 is eltelt már, ugye, hogyha erről beszélünk, mikor eljött a staff hozzám, és elmentünk a városba sétálni, léptennyomon megállítottak, fotóztak bennünket, kérdeztek, kimentem a strandra, 70 ember vett körül, 80, kérdéseket tettek fel, ma hol van ez? Igen. Sajnos ez a rész, ez nincs. Az, ami de ez egy hatalmas közösség volt annak idején, és valahogy ez már más, ez már nem olyan, mint akkor volt, és nekem is ez hiányzik ebből az egészből egyébként. Igaz, hogy akkor lecikiztek régen minket. Azt mondták, hogy vett a srác feszített, beleesett a vízbe, és bement a vigyeg a gyerek, és ő húzta ki. És azt mondták, nem kell mindenkinek úszni tudni. Senki nem autóversenyző, legalábbis csak azok, akik profi. Na most így van.
Tehát az emberek meg különböző jelzőket akasztották, amit mondtál az előbb is ránk, de akkor volt, hogy egy érdekes történet volt ez. Lent az irodába megyek le, Feri, szia, és ott ült benne egy újságíró. És akkor mondom, nyugodtan beszélgessetek le. És a beszélgetésnek az volt a lényege, szó szerint mondom, azt mondta az újságíró, hogy ezek a bodybuilderek impotensek, nem férfiak. Néztem, azt mondja a Feri neki, azt mondja, van feleséged? Azt mondja, van. Szép a nő? Szép. Mondom, tényleg szép a nejed? Tényleg. Akkor mondom, egy hétre ad, légy szíves, kölcsön a Tibinek. Azt nem. Olyan negatív dolgokat mondtak rólunk, amit tulajdonképpen nem volt helyén való. És ilyet nem is szabad mondani. A kisebbségi érzés, nagy úr. Irigység volt. Akkor jobban irigyelték azokat az embereket, akik jobban néznek ki, mint most. Mert akkor, most nem tudom, hogy lehet-e mondani, akkor azok a nők felnéztek azokra a férfiakra, jó néztek ki. Igaz? Mert akkor az tetszett nekik. Szép volt, jó volt. Pláne, hogyha még volt a fejbe is valami. Tehát azt mondom, hogy iskolázott emberről beszélünk, akkor másabb volt. Mai világban nem tudom, de én nem látnám, hogy az utca népe, aki megy a hölgyek, hogy rögtön hasra esnek, mikor meglátnak egy pali. Hát mert most már van sok belőle, tehát ez most már tömegsport, lehet, sokan vannak, akik jól néznek ki. Már ezzel különösebben villantani nem lehet. De amit mondtam, most mondtam, tömegsport. Tudod, hogy mire mentünk mi mindig rá? Hogy ebből tömegsport legyen. Hál' Istennek, hogy megvan. Ez sikerült. Igen. Meg ennyi edzőterem, ami most van itt Budapesten és Magyarországon, mint ahogy az beszélgetésünk elején, összesen volt 3 terem Budapesten. Mennyi van? 100? Nagyon sokan. Hát ezért vagyok itt, mert pont ez a lényeg, hogy ne felejtsék el, senki, meg a fiatalok nem tudják, ne felejtsék el, hogy honnan jöttünk, és kik voltak ebben a kulcsfigurák, és hogyan alakult ki ez az egész helyzet, ami most van, mert szerintem ez nagyon-nagyon pozitív. Mi a lényege az edzőtermeknek? A fiatalokat kössék le. Tehát, hogy a fiatalokat egészséges életmódra neveljék, és igenis, hogy az a leglényegesebb, hogy egészséges életmód, és ne az utcán lődörögjenek úgy, ahogyan csinálják, hogy beszipókázva, meg minden egyéb, és részegen, nem jöjjenek le, és edzenek, fejlesszék magukat. Hát kell a testnek a fizikai munka, mert most már ugye modern világban élünk, már nem kell kimenni kapálni, meg földet túrni, meg akármit csinálni, és azt meg lehet oldani a teremben biztonságosan. Örülök, hogy tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Ez volt a BB Rádió Nagy Tibor 10-szeres magyar bajnokkal és sokszoros nemzetközi, 10-en felül nemzetközi bajnokkal. Hát egy ötletem van, azt remélem össze tudjuk hozni, egyszer edzhetnénk együtt, az jó lenne. Én benne vagyok, én itt megtalálható vagyok itt a Janinál az edzőterembe. Jani Fitnessbe. Lantos Fitnessbe. Inkább azt mondom, Lantos Fitnessbe. Megtalálható vagyok. Én általában 9 órától edzem, 11-ig. Jó, most már nem úgy, hogy szakadjon rólam a víz, hanem most már úgy bírom már. Ésszel. Most már nem sietünk sehova se. Én meg pláne nem. Neked van időt, te még fiatal vagy nagyon. Ez volt a BB Rádió. Sziasztok!